Egy riasztásnál minden perc számíthat, a tűzoltók számára pedig elengedhetetlen, hogy modern, korszerű környezetben is eszközökkel dolgozhassanak. A bátaszéki önkormányzati tűzoltóságon nemrég felújították a laktanyát és a vizes blokkot, továbbá számos eszközzel, például légzőkészülékekkel gazdagodtak. Ezen kívül beszerzésre kerültek most kézi szerszámok, ezek akkumulátoros kis szerszámok, amivel kisebb helyeken is tudunk dolgozni. Továbbá új védőruházatok kerültek beszerzésre. Ezek is már komfortos, a mai kornak megfelelő modern viseletet adnak, kényelmesen tudnak a kollégáim benne dolgozni, és ugyanúgy ebben műszaki és tűzoltási feladatokat el tudnak látni. Az oktatások, képzések is folyamatosak, annak érdekében, hogy a lánglovagok a gyakorlatban a lehető legfelkészültebbek legyenek. A pályázati forrás most megvalósult a híradópultnak is a felújítása. Ez egy GVR rendszer, ami azt jelenti, hogy mikor pajzs riasztáson keresztül, mikor megérkezik hozzánk a riasztás, akkor egy automata rendszer hangjelzés alapján jelzi a kollégáinknak, hogy káresemény érkezett, hogy minél meg tudják kezdeni a vonulást. Ez az automata rendszer automatikusan fölkapcsolja a laktanyába a világításokat, és nyitja a garázskaput, szertárkaput, és a kollégák megkezdhetik a vonulást. A város önkormányzata számára rendkívül fontos, hogy a több település ellátását végző önkormányzati tűzoltóság jól és hatékonyan működjön, mondta Bozsolik Róbert polgármester. Ez központi költségvetési támogatás is érkezik az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, illetve a települések is adnak támogatást, ebből tudjuk a működtetést biztosítani. Ennek van egy része, ami kimondottan az üzemszerű működéshez szükséges, de hát ebből a költségvetési forrásból próbáljuk az eszközöket is egy részben pótolni, de ez nem elegendő. Ezért nagyon-nagyon örülünk azoknak a lehetőségeknek, amelyek pályázaton keresztül megadják és megteremtik azt a helyzetet, hogy eszközökre tudjunk pályázatot benyújtani. A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság és a Bátaszéki Tűzoltó Egyesület között is jó az együttműködés, így mindig megtalálják a módját, hogy mindkét fél hozzájusson a különböző pályázati forrásokhoz.